Szenteld meg áldásoddal ezeket az ágakat. Húsvét vasárnap előtti vasárnapon a Keszthelyi Karmelita Bazilika előtt áldotta meg Mezei András atya a fűzfa barkát. A barka szentelés a hagyományok szerint elengedhetetlen szertartása a virág vasárnapnak. Ezen a napon ünnepli az egyház Jézusnak diadalmas jeruzsálemi bevonulását Szamárháton. Kezdetben ugye örömújongással fogadták, ezt próbáljuk mi is megeleníteni a pálmaágakkal való üdvözléssel, illetve itt helyettesíti a barka, illetve a ruhákat, ahogy letejtették. Tehát dicsőségesen, ahogy bevonult, és nagyon örültek, csak az volt a baj, hogy alig telt el 4 nap nagy csütörtökön, illetve pénteken, már az a nép, aki üdvözölte pálmával, azt kiáltotta, hogy el vele, feszíts meg őt. A kezükben dicsőséget jelképező pálmaágat tartó minisztránsok vezetésével közösen énekeltek és elindult a jeruzsálemi bevonulásra emlékeztető körmenet. A körmenet után vonultak be a hívek a templomba az ünnepi szentmisére. Virágvasárnapot ünneplünk. Ez a húsvét a legnagyobb ünnep a katolikus vallásban, a római katolikus vallásban. Minden vasárnap jövök amúgy a templomba, de hát most különösen. A Szent Mise menete is más ilyenkor a megszokotthoz képest. Az evangélium helyett az Úr szenvedés történetét, a passiót olvassák fel. Lelki megnyugvásra is lehetőség van az ünnepnapok előtt Keszthelyen. Székelyföldről érkezett vendéglelkész végzi a híveknek a lelki gyakorlatot. Próbálom segíteni őket, hogy rátaláljanak Krisztusra, rátaláljanak és megértsék, megtapasztalják az ő végtelen szeretetét, amivel szereti az embereket, hogy rájöjjenek arra, hogy ki is valójában a mi életünknek az ura és királya, hogy kihez kell akár örömeinkben, akár nehézségeinkben forduljunk. Az egyházi év leggazdagabb időszaka a nagy hét, ami Jézus dicsőséges bevonulása, szenvedése és halála után húsvét vasárnapján a feltámadásával teljesedik be. Az ünnep elhozza a hívőknek a megváltást, amely mindannyiunkban az örök élet reményét táplálja.